Hölgy alulnézetből. Győri Domonkos új könyve az emberiséget évezredek óta foglalkoztató jelenségekről szól. A kéről, a hatalomról, a pénzről, az ezekhez kötődő gátlástalanságról, az agresszióról. A szereplők tipikusak, nevük is utal karakterükre. A cselekmény gördülékeny, már-már filmszerű, olyan, mintha az olvasó teljesen a történet részévé válna. A könyvbemutatón a hallgatóság is megtapasztalhatta ezt, mert a szerző felolvasásával egy meglehetősen intim helyzetbe engedett bepillantást. Az este Mari elképzelései szerint alakult. A szokásosnál árnyalattal nagyobb lelkesedést produkált, amivel Fitch úrból három csillagszórós szeretkezést is kipréselt, sőt a negyedik elején tartottak, amikor megszólalt a kaputelefon, és úristen, a bőri kiabálások között kapták össze magukat. Csatakosak voltak, Marinak gondja volt rá, hogy a haja is zilált maradjon. Testük lüktető kipárolgása felhőként lebegett körülöttük. Fitch úr félgedegombolta az ingét, Mari pedig az eltervezettek szerint öltözött fel, hát ilyen tapatos ruhában. Persze roppant természetesnek és fesztelennek mutatták magukat, neki könnyen ment, hiszen vérében volt az ilyesmi, Fitch úr pedig azért igyekezett, mert abban a hitben volt, hogy Mari meglehetősen zárkózott a magánélet intimitások tekintetében. Ezt Mari intézte így, tudatosan a kezdetektől, hiszen sok dumának sok az alja, nála pedig tényleg jó, ha nem kavarodik fel az üledék. Dr. Bőrös Vésli tivornyától véreres szemében látszott, pontosan érti érkezésével, mit zavart meg. Esze ágában sem volt visszavonulni vagy zavarba jönni, hanem olyankor, amikor azt hitte, Mari nem látja, féktelen és bajzán kacsinkatásokba kezdett Fitch úr felé, aki ettől őrült rosszul érezte magát, mivel Bőrös Vésli-vel ellentétben ismerte a hölgyek periférikus látását. És tudta azt is, ha ebben a műfajban létezne a világbajnokság, akkor Mari nyerné a versenyt. A Hölgy alulnézetből című könyv nem csak izgalmas és fordulatos történet, hanem pengeéles realizmussal villant fel társadalmi jelenségeket. Ezekre az olvasó akarva akaratlanul is ráismer, mi több érzi, hogy maga is részese hasonló pillanatoknak. Furcsa volt a főnökre úgy nézni, mint emberfeletti lényre, hiszen tapasztalatból tudta, hogy valamikor ő is ember volt. Talán még most is ember lehet, azonban már a ezen a léten túlterjeszkedő entitássá vált, mintha a tudata egyszerre egyéni közösség és történelmi lenne, valamiféle kegyetlenül éles előrelátással. A főnökből erősugárzott, az asztal körülülők tudták ezt, azonban önhint ostobasságukban nem voltak képesek lenullázni az egójukat ezelőtt az erő előtt, legalábbis a többségben. Győri Domonkos Hölgy alulnézetből című könyve annyira mai, annyira szókimondó, olyan ismerős, hogy ettől sokak számára lesz letehetetlen olvasmány.